A Szent Antal napot több éve egy régi hagyomány újjáélesztéseként kezdték el, a mostani nevén Sugovica AMK és sportiskolában. Hát a 6. alkalommal rendezünk meg ezt a Szent Antal napi rendezvényt. Az alapötlet az az volt, hogy a város részhez kapcsolódó régi hagyomány felelevenítése, és ugye ennek a városrésznek, illetve a városrész tartozó plébániának a búcsúja volt a Szent Antal nap, és ehhez kapcsolódva próbálunk egy olyan rendezvényt kitalálni, ahol a gyerekek és a felnőttek is találnak olyan programot, amihol szívesen töltik az időt. És mennyire sikerült megmozgatni a gyerekeket és a felnőtteket? Hát a gyerekeket azt úgy gondolom, hogy sikerült, mert az iskola többsége a délelőtt folyamán jelen volt a különböző sportversenyeken. 2 órától a saját diákjainknak a művészeti bemutatói következnek a színpadon. Felnőtteket még próbáltuk megmozgatni egy foci kupa keretében, 8 csapat nevezett, lassan a döntőnél tart az esemény, illetve azok az emberek, akiknek kicsit nosztalgiázni szeretnének, azoknak van lehetőségük veterán kerékpár, motor kiállítás megnézni, illetve ha még ennél is többre vágynak, akkor egy veterán faros busszal mehetnek egy tiszteletkört a városba. A farosbuszos utazásról lecsúsztunk, a focikupa döntőjén azonban ott voltunk, melyet a Postás is van csapata, a csapatkapitány 2 góljával nyert meg 2-1-re a Covid-team ellen. Miért pont Postás is van a csapat neve? Mert múltkorival ellentétben már 3 darab postás sikerült összeszednem, és ezért lettünk postás is. Postások is vannak, lettünk volna, csak elírták. Mennyire számítottatok erre a siker, hogy van már hagyományotok ezen a kupán? Igen, már 2-szer nyertünk itt, most szerettünk volna minél jobban szerepelni, hát megint összejött. Az ezüstérmes Covid Team csapatában szerepelt Merkler Tamás, a Casanova és a Bács-Bogodi nagycsapat oszlopos tagja, aki 6 találatával gólkirály lett. A Rász Tibi hívott, együtt futballoztunk Bács-Borson, és akkor szerda bajnoki alkalmával meghívott. Egy alkalmi alakulat, mennyire számítottatok erre a sikerre? Hát meglepődtünk. Reggel nem úgy indult, veresége kezdtünk, nem úgy indult, hogy mi döntőt játszunk. Gólkirály is lettél, ez mindennapos móka nálad, vagy ezen kirívó? Hát inkább kirívó, de volt vagy lápecenes. A bronzérem a sárga mezes gigászoknak jutott, a 4. helyen pedig a csávói pitbull végzett.